Én is, bár azt mondja, hogy Bladin nem megyek akkor. Jó, csak sokáig vagyok, akkor majd dönt, úgyhogy. Nincs a Bali, kis Tom és Sur is meg van, jó. Tehát náluk Yoda, Lap és Nekosi az, akiről tudom, hogy veszélyes lehet. Ezután már éles egyébként? Nem hiszem. Még utána lesz egy warmap. Még egy warmap lesz, utána a jobb fölül írja, hogy warmap 1 per 2, vagy hogy az adott köröz ennyit ad. Aha, látom, látom, azt ja, de most nézem, hogy még nincs is server admin itt. Megkérdezik, hogy éles-e? Suri, mindig be kell érni. Nem kezdődik. Not live, azt írja. Nem is vagyunk egyik csapatban sem berakva, szóval. Még egyelőre. Azt ilyenkor még nem is mutatja. Azt amikor kiesel, akkor ír csak át. Azt hiszem. Bíróra várunk. Tehát minden meccset egy bíró vezet le. Hát az jelenleg még nem érkezett meg. És Suri már pontos időt is kiért. A refri az jól tudom, hogy az a bíró vagy vezető. Ja, jól igen. Akkor jó. Mondom, nem állítem full hülyeségeket, írkálok nekik. Nem állítem. 238, ez lehet, hogy PB. 52-5 körül volt nekem a PB. Ez fasza. Jól beijesztem még, az, hogy jó vagy, az mondom. Ki is estünk. Jó, megyek PC-re addig. Oké, mindjárt megyek, és aztán visszatérek majd. És amúgy jött minden kedves nézőnek. Egy kis technikai szünet, és akkor hamarosan jövünk.
Milyen szerelő vagytok? Nos, nem, még nem tudok szünetet tartani, úgyhogy... De Haute megérkezett, úgyhogy... Halló! Benni, miért elszólt? Hova? EMC. Na, kezdünk vagy mi? Spam vs Phoenix. Miért elszólt az óra? Most mondtam el. Mondd, de még egyszer. Spam vs Phoenix. Hát gyerekek, még WC-re se tudtam elmenni, mert húgom benn van fürdeni. Menne pisi, még csak a 10-es kerültól. Szó. Azt tűnik hogy ez a szerver nem létezik. Ki lesz itt aló? Hogy is volt? Vale, Angel, Kistom, és te voltál a negyedik ezen? Egyiken megyed. Igen, akkor Kistom és Petyka. Szerintem Angel is meg Vale is. Igen. Kistom. Ki a negyedik? Petyka. Bazd meg, nem láttam az időmet. Remélem jól írtam ki. Amora kezdjük. Amora kezdjük. A pofát csúrik. Hát bazd meg, nem találom szépen. TM2. Gondoltam. Akarunk mindenképp ezen kezdeni? Mindegy, szerintem. Akkor írja valaki nekik, mert én nem tudom, hogy van angol a mindegy. Az ember. Please choose the order, escape. Akkor kezdünk ezen azt a kész. Hogy lehet jobban lokál, mint az egyik? Suri, relaxál! Úgy, hogy a lokál az kájmatlanban. Ja, az admin. Hatan vagyunk bent. Többiek lépjenek már ki. Pacsi és Suri. Ez a nap, gyerek. Baby.
esett ki. Lekosszina. Mi a fasz? Bocsi, ti ott bal felül kivettétek? Csssst, a szar. Lehet a stabilizáció, ez a napgyerek nagyon hát. Meccs alatt ne domálgasson már, amíg megyünk. Igen. Majd így tisztelt meg. Most ez nem ilyen izé... Szilikus lényegén. Igen, igen, nagyon röviden. Ez már nem babra megy. Hát de csak jobb. De... Jó, Szili, nyújt olyanak, vagy mit csináljak volnod? És két no finish. Két. Vagy mi? Várjatok, valami gáz van. Azért, mert bazd meg, nem léptetek ki avkó, ennyi. Felmérjen már bazd meg. De fönt kinyomtátok, hogy Sunsteam, nyomjátok ki. Nem. Én nyomtam egy izét, egy deletet. Tehát, hogy nem kellett? Te, nekem nem vált vissza. Következő mapra kell menni. Nem lehet restart, hogy nyomni a faszom. Enra hozott ki. Nem tudom, mi a tökömet szórakoznak. Két emberük már kiesett. Hát de ők is öten vannak bent. Mi meg hatan vagyunk beírva. De nincsenek bent, tehát fontos csak aknak. Igen, de tehát Sans Team-be nyomjatok majd rá, aki nem megy. Kész. Kövi pályán, ez a lényeg. De a Hood úgy is jelz, tehát így lehet meghűjíteni a rendszert. De nem, mert ki kell lépni a második kvali végéig. Valószínűleg az nem volt. Tudja, hogy csak az én megyőm. Fasz. Úgy látszik a francia tudásra, hogy szükség lesz. Ja, ezek miért mennek? Angel, Kistom, Suri, Bale. Többiek warm-up alatt is lépjenek már ki. Kész. És akkor egy null ide? Nem. Ezt nem szeretném. Hoppá, ez faszat. Egy null, hülye gyerek. De tőlük is egy ember rányomhatna. Hát jó gyerekek, gyerekek, oldják meg, én elmegyek most már tényleg most dolgok. Kész. Kész. Lehet, hogy egyébként közben én átmegyek majd a másik meccset nézni. Ja, lehet, hogy én.
Tudom, mi a jelsz? ADTV-es Phoenix. Gyerünk, srácok! Hajrá, hajrá! Anya, hogy én lehet, hogy átmegyek a másik meccset nézni. Kós. Na hát akkor üdvözlök minden kedves nézőt! Ti hallotok engem a Discordon lévők, nem? Ittam hát egy kortyot, és akkor az első pálya mégiscsak a Heat Wave lesz. A bronz csoportbeli elődöntőn, ahol is a Phoenix és a Spam 2 csap össze, hát tőlünk Angel Hard, Bale, azaz Balezebos, Kistom és Shuri játszik, ők már a pályán, ellenfelük Ancestral, Yoda, Nekoshi és Liber. Nézzük egyenlőre, itt Kistom van tőlünk hátul. Liber ott volt, úgyhogy Shuri egész jól tartja magát, Ancestral ront egy kicsit, Kistomnak őt utól kéne érnie. Nem lenne rossz, de hát itt már kevés az idő. Kistom esik ki. Nem baszki. Nem baj, náluk az utcsó kettő az nem ment olyan hatalmas időt, az meg lehet, jó lesz az, hajrá. Elfogasztam pedig ötödik voltam. Második kör. Bale kapott egy óriási nagy bugot, de itt van Liber most, itt van mellette. Őt meg kéne előzni. Nagyon sürgősen Shuri. Ájjajjajjajjajj. Ez nem jött túl jól. Az egyik spamesnek nem mártana rontania. Például itt Libernek, és ront is egy-egy gyönyörű. Tudom, hogy ezt nem illik mondani, de Shuri följön egy helyet. Csak érjetek be. Úgy-úgy. Liber off. Szép. Az túlzás, Shuri, de jó. Jobb, mint menjen, jobb volt. Hajrá. Nézzük a harmadik kört, eddig egy-egy ember esett ki mind a két csapatból. Ancestral hatalmasat hibázott, egyik álló. Úgyhogy innentől kezdve Angel és Bale megy egyenesen a srácokkal, és még egy Nekoshi is hibázik. Shuri. Abszolút safety-ben jöhet. Ketten is mögötte vannak. Hát ráadásul Ancestral nagyon le van maradva, úgyhogy abban nem lennék biztos, hogy be fog érni. Gyerekek, mind a három gyerekek játékosuk elrontotta. Mi a fasz? És pont beér. De Nekoshi hol van? Még ő is beért, francba. Kurva anyád. Nem baj, hibázgatnak. Jó lesz az. Hát akkor kezdődik a következő kör. Eddig jól állunk, tehát már két spam játékos kiesett.
méghozzá Nekosi és Liber, Gyoda és Ancestral van még tovább jutó helyen, vagy bennmaradó helyen játékban, nem tudom, hogy mondjam. Nálunk viszont még ott van Balezevos, Angel Hard és Shuri. És egyenlőre, hát első két helyet hozzák gyönyörűen Bale és Angel. Yoda jön ott mögöttük, aztán Shuri és Ancestral. Yoda is rontott egy kicsit. Shuri jön a harmadik helyen, hogyha most nem Shuri esik ki, az nekünk hatalmas nagy adóász lenne. Úgyhogy nézzük is, mondjuk nézzük Ancestrált, úgyis ő az utolsó. Shuri, hogyha ezt nem rontja el, ezt innét nem rontja el, gyerekek! Ezt, innét ezt a pályát már nem lehet elbukni, gyerekek. Ezt már nem szabad. Ezt már jó nem van. Nagyjátok. 3v1-be maradt ellenünk a Spam 2-es csapata. Innentől csak minden körbe be kell érni, tehát olyan előnyben vagyunk már. Hoppá, és ráadásul Yoda megint hibázott egy kicsit. Jó, mondjuk most ez még nem vészes. Tehát gyönyörűen jönnek a srácok. Egy lépéssel közelebb kerülhetünk a bronz liga döntőjéhez. Te meg ne csipogjál már te telefon, nem kell lesz most. Csak hogyha írnak valamit kommentbe a nézők, azt, arra jó vagy most. Shuri jön a harmadik helyen, továbbra is Yoda megelőzi. Hát, egye fene, azért Shuri nem egy Dirt God. Belefér Shuri. Ez az első map volt. Ez az első map. Ez az első pálya. Ja. Angel Hard és Bale Yoda ellen. Nézzük a kis zöld manócska mit tud csinálni, reméljük nem sok mindent. Jó lenne nézni egy Angel Hard Bale utolsó kört, Angel és Yoda is ront egyet. De Angelnek nincs meg a checkpoint. Az a lényeg most akkor Bale hozza tovább. Yoda nem nagyon tud felugratni, hát Angel-el itt még nagy csatába lesznek, azt mondom. Meg kell várni neki. Hogy állunk? Végét ne nyom meg nagyon, ugye Angel is be tudjon mindenképp érni. Hol a gyerek? Angel előtt egy kicsivel. Fú. Fok lesz az szerintem. Most hogyha tudnám egyen azt, hogy mekkora a különbség. Nem, könnyű. Nem, jó. Beírnek szép. Jó, hát ez szerintem egyébként így meg is lesz ez a pálya. Ezeket még egy pontot dobhatok, hogyha beér. Ja, ja, ja. Bale, akkor nyertük. Bale és Yoda 1v1-eznek. Egyelőre Bale jobban jön. Egyébként azt tudni kell, hogy a hétre nagyon durván fölkészült. Tehát szívét, lelkét oda tette a gyakorlásba, amennyit csak belefért. És az azt hiszem, hogy már most az első pályán látszik. Viszont itt van mögötte Yoda, tehát azért nagyon nem lehet föllélegezni. Itt már nem is szólunk közbe, hogy esetleg hogyan állnak. Én legalábbis semmiképp nem fogok. Egyelőre Bale szépen vezet, de Yodának picit nagyobb a tempója talán. Hát Yoda vagy Bale, Yoda. Meglátod, kis köcsög! Hirtelen azt hittem, nem akarja bevenni az idődet. De megvan a pálya. Nagyon szép volt. Nagyon szép. Na hát első pályát lehoztuk, gyerekek.
Tehát innentől kezdve még egyet kell hozni, és ott vagyunk a döntőben. Ez a pálya, ez kibaszottul ühelem. Reméljük, Amazon. Is. Reméljük. Itt ugyanez a line-up. Amazon kéne menni. Ugyanaz a line-up? Igen. Amazon kéne menni. Nem, ezen nem jó. Amazon sokkal jobbak vagyunk. Nem baj. Az is sorra fog kerülni. Mindegy. Mindegy, megértem, hogy ugyanaz a line-up. Mondjuk egyébként nem értem, hogy miért nem pakolták ki az embereket, tehát ők adminként Nekosi elvileg ki tudná rakni őket. Na hát... Egybemelegítés... Egy kis reklám, amíg a második bemelegítés tart. Valsúri, ne rongáljon már, az Isten faszni. Úgy néz ki, itt is Yoda lesz talán az, akire nagyon figyelni kell náluk. De tény, hogy nem egyszerű ellenfelek. Na hát akkor vissza is teszem a képet. Nem tudom mennyire jó, de nekünk kell jobbnak lenni, az a lényeg. Go, go, go! Na hát el is indultak, és megint visszaváltott valamiért a játék kettes kamerába. Nézzük, ki akadt fönt. Talán Yoda? Így van, Yoda fönn akadt. És mögötte már nem jön senki. Gyerünk, kis Tom. Csapni kell neki. És nem a falnak. Egyébként Shuri, akinek esetleg meglepetés, hogy miért játszik immáron a második pályán, hát a kvalifikáció alatt mindig az utolsó körben sikerült megelőznie minket, úgyhogy de kiharcolta végül is, meg elég szépen ment, szóval ja. Ez eddig kísértetiesen hasonlít az előző pályára. Baszom, ha megint én leszek ki elsőre. Hát gratulálok, azt itt magyarázom, hogy ne beszéljek, hogy ez benne lesz. Micsoda? Hát attól függetlenül ne beszéljél bele. Hát de baza nem, tehát mindegy, ha nem beszélek, így is teljesítmény nem lesz. Repofázatok izé meccs közben, mert keresztül. Nézzük most kört, vagy lap, papír, nem tudom. Egyenlőre két spam játékos van hátul, Lep és Yoda. A srácok egyenlőre jól jönnek, Angel van elől, és most Lieber is ide esik hátra, ugyanúgy ahogy Shuri. Hol van Shuri? Itt van Shuri Yodával. Ez nem lesz jó. Na így már jobb. Hisz Yoda hibázott egy kicsit, vagy talán annyira nem kicsit, de nekünk pont elég. És Lieber is hátul van. És Lap is rontott egyet, ez Shurinak jó. Jó, mindhárman mentek. Ez eddig kísértetiesen hasonlít az előző pályára. Mennyi lett az előző pálya végeredménye? 16-19-re. 17-19-re.
De meg lett az a lény. Na, Google. Hát azért, hogy Suri tovább jusson, azért most kellett az is, hogy a spamesek hibázzanak. Már azért tény, hogy ott az aszfaltos leugratásnál jobban jött el sokkal. De hát meglátjuk, hogy mit tud kihozni ebből a körből, ugyanis most megint hátul van. Egyébként sajnálom, előre közlöm, hogy a harmadik pályát nem fogom tudni így kívülről lekommentálni. Yoda rontott egy hatalmasat Surinak, ez nagy lehetőség. Suri nem szabad, hogy fölboruljon, de Yoda vissza tudja előzni, mert a harmadik pályán amúgy én is játszok. Suri... hát... Yodának itt most kéne egy nagyobb hiba, vagy az, hogy valaki ne tudjon beérni, és Suri off. Ki esett ki? Suri. Ó, bassza meg. Másik két helyet kell hozni. Na, gyerünk, megvesz az. De egyébként az a vicces, hogy Yoda folyamatosan ott van a vége felé, de valahogy mindig meg tudja úszni. Most bale van hátul, ami nekünk nagyon nem jó. Most Ancestrál rontott egyet, és ezzel bale a negyedik helyre jön föl. Angel vezet. Hopp, még egy hiba ezúttal a laptől. Bale már a harmadik. Aj, Yoda mekkorát hibázik, ezt most már nem hiszem, hogy nagyon vissza tudja majd hozni, így valószínűleg ő fog kiesni, Angel is bele tovább megy a következő körbe is. Hogy erről van szó, gyerekek. Gyönyörű. Nagy előnyünk, hogy mi kevesebbet hibázunk, ahogy elnézem. Úgyhogy ja. Szili meg csak pofázik, pedig elvileg úgy volt, hogy... Tehát úgy hallottam, hogy a héten ő is akar gyakorolni, de hát abból meg... semmit nem láttunk. Egyelőre viszont Lap kapott talán egy bugot. Nem tudom pontosan mi történt vele, de egyelőre utolsó helyen van. Angel vezet, Baleze bossza harmadik, de Lap följött rá, Bale nagyon megdobta egy picikét. Ez aztán a megfogalmazás. Üldözi Lapet. Laposabban jön a Lap. Szoros. Eddig nagyon szoros, Angelék el vannak elől, az addig jó, de hát az a baj, hogy így Bale ki fog esni. Bebugolt? Kár érte. Kiestem? Igen. Ki? Nem baj, szép volt. Hajhaj. Jó, bazd meg. És az a baj, hogy... Most, hogyha jól számolom, akkor ez a pálya már bukó, ha csak nem nulláz valamelyik spam játékos. Ami viszont azt jelenti, hogy minden az utolsó pályán fog eldőlni, de egyelőre szurkoljunk Angelnek, hát hogyha meg tudja menteni nekik ezt. Áj, Angel megkapja a falat egy picit. Egyelőre vagy Lep, vagy Ancestrál kéne, hogy kiessen. A legjobb lenne, hogyha valamelyik őjük fölborulna. De nem leszek ilyen... Nem szóval lehet, hogy éppen elment. Hát ez a... Ha nem ér be valamelyik őjük, akkor még meg lehet. Hát olyan nem lesz. Soha nem mondod, soha. Hát Lep beér. Tehát ez most már biztos. Ancestráltól kéne egy hatalmas hiba, de hát ő meg valószínűleg nem fogja már annyira ráerőltetni ezt az egészet. Mivel hogy tudja jól, hogy neki már csak itt be kell érnie. Angel itt talán nagyon megdobatja. Nézzük Ancestrált. És most ő van hátul.
hirtelen tök jó lenne, hogyha tudnám, hogy melyik csapatnak hány pontja van. Az a baj, hogy Ancestral nem akar rontani, és inkább csak jön föl Angelre. Úgyhogy Angel lehet, hogy meg fogja nyerni ezt a pályát, de... Ancestral be fog érni mindent bizonnyal. Valahogy ezzel a sormintával nyertünk mi az előbb. Na, ugyanígy volt az előbb. A végén 12-9 volt nekünk, és akkor utána. Mi valaki nem tudja. Súly, ne rongálj az Isten faszernek, hogy felbaszol. Van terminek mondani? Nézőként játszott a pályán. A csapatban nincs benne. Ennyire akkor játszhatna az én életre is. Nem számolja be a pontot. Tudom, már itt van az MC vége. Bronzban igen, mert itt kettővel kevesebb csapat volt. Az jó. Na, gyerünk. Csapassuk. Akkor én Sugarellóba léptem. Oké.
Mi a helyzet? Mák. Hát gyerekek, ezt majdnem elcsesztem. Fátyka, menjél vissza, hallom. Vissza kellett volna menni. Angel kiesett. Most kellett volna kérni az Undroundot. Ó, hogy basszátok, hogy ez. Mi a fa? No. Ki esett ki? Ah, hát akkor az ennyi volt. Hát ez ennyi. Hát ezzel valószínűleg elment a döntő, úgyhogy a bronze match lesz valószínűleg itt a következő lépés, hogy fél másodperccel korábban szólnak a srácok, hogy Angel rontott. De ne írogassatok már a menetek alatt. Gyerekek. Hát elment a match, már nem tett minden. De nem érdekel. Hát te bazd meg, hát te Szili,
amúgy meg úgy hallottam, hogy elvileg te gyakoroltál volna a hétre. Hol vagy? Nevezve vagy? Egy percet nem gyakoroltál, úgyhogy szerintem csönd. Ki mondta ezt? Nézzük, Balázs, be tudja bizonyítani, hogy ő a boss. És egyenlőre lopja a távolságot laphoz képest. Hát, most ez talán jobb. Igen, ezt szűkebben tudta venni. Jobb a tempó, lapot meg tudja előzni. Itt ezt, hogyha nem rontja el, akkor már megvan a második hely. Nyerd meg a pályát. Csak azért is alapon. Csak azért is. Szép. Ez a nagyon megy, ez a buzi. De te is. És a másik csapat is elkezd irkálni. Kús legyen már, hát... Spam, ne spameljétek teli a csetet. Bale is the boss. Szép. Szép. Ez nem rajtad ment el. Nem sokkal kaptunk ki. Nem, ez egy abszolút szoros meccs volt. Mind a három pályán. Két pont volt. Szóval egy pityátot. Úgy tudom, 3-0-ra nyertek. Sziasztok! Halli! Jó kamény. Na csőztök! Mennyi lett? Nekünk 3-0. Nyertetek? Aha. Persze. Korábbiakban azért nem volt annyira egyértelmű. Ja. De most jól játszott mindenki, úgyhogy. Ja. Egyik napon Zóval egyvégyeztünk. Hallod, én folyton kiestem meg, Szogi is. Nem igaz, mert az első napon egyeztem, és ha nem nyerek, akkor nincs meg a map. Egye. Tehát gyakorlatilag az elképzelt menetrendnek, hogy majd ti kerisztek, annak így az ellenkezője. Látod meg, 1-2 lesz? 1-2 olajas. A meccset remélem feltölti, Peti, mert két bug miatt testem. De esküszöm, basszus, tehát 19-17 lett mind a három pálya itt. Jó voltál. Jó voltál. MC gyakorlás. És Petyre fel tudod tenni az új mapokat? Fel, mindjárt fölteszem. Hadd be, amúgy szerintem még gyakorolhatsz, most nem játszom a meccset. Még egy meccsünk lesz. Nem, ők mi menne a harmadik helyi. Hát bronz meccs, ne viccelj. Ja, kajak, lehet, hogy lesz izé. Lesz bronz meccs. Tuti, hogy lesz bronz. Lesz bronz, mert csak is. Csak nem ezen a héten, hanem jövő héten, amikor nekünk. Én már nem vagyok ebben. Csak döntős karton játszok, szóval. Hát ezt gondoltam. Hát jó, hogy nagyon azt akartunk. Nem sokon múlt. Hogyha ott egy... Metszes volt az a három közé. Ha ott egy másodpercet kapod. Legjobb kettőbe bekerülne a végén. Jó, igen. Amúgy jó játszott, közben mi nagyon nagy néztem.
Ja, nem volt a fél másodperccel, vagy egy másodperccel hamarabb kapom meg az infót, hogy Angel rontott, és át tudom neki adni, akkor lehet, hogy le tudjátok hozni ezt az utcsó pályát. Hát, jó. Az a mód, még beszéltük Szogival, undorító. Jó, hát ezek a mapok borzasztóak. Itt nem az számít, hogy milyen skill-es vagy. Csupán kapsz egy bugot, és kiesik a legjobb, és szopás van. Lehet akármilyen jó. De meg a kövi mappak nem lesz. Én örültem, hogy ezen a pályán be tudtam érni. Na majd meglátjuk, mi lesz. Na, az a lényeg, hogy most az elődöntőt is meg kell nyerni. És reméljük a DOS 2 ellen. Ugye Szogi, nekünk könnyű lesz. És hát nem könnyű lesz, de meg tudjuk nyerni. Meg tudjuk. Hát a... Fogsz tudni gyakorolni megint? Ja, az a jövő. Zsír. Én viszont közben elkezdtem... Most dízelre is, dízel is kell. Mindenki... Ne az legyen, hogy négy... Úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki velünk tartott, és hát... sajnos ez lett a vége, de hát... Vagy a jövő héten, vagy a következő, az azutáni héten... A bronzért fogunk küzdeni... hogy ki ellen, azt még nem tudjuk ugyan, de majd nem sokára kiderül. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki itt volt ezen a mérkőzésen. Remélem azért élvezetes volt nézni. Úgyhogy szép estét mindenkinek, sziasztok!